Ha majd végig tetszenek nézni ezeket az itt lévő képeket, meg azokat az alkotásokat, amelyek itt nincsenek, de amelyek az ő kezenyomán elkészültek. Ott vannak ezek az összekötő, terhet hordozó és mégis tartásos alkok, akik én azt gondolom, hogy üzennek és bátorítanak bennünket, akik sokszor úgy érezzük, hogy nehéz valamit hordozni, vagy tartani, arra, hogy ez igenis lehetséges. 33 év. 33 év a katedra mögött. Hogy emlékszik vissza? Több is, mint 33, mert nem itt kezdtem a tanári pályámat, és tanítottam minden korosztályt, 6 éves korú gyerekektől egészen a felnőtt oktatásig, egy képzőművészeti szabadiskolában. Én szerettem tanítani, szerettem minden generációt, akikkel foglalkoztam. Az átadás, a továbbadás, a stafétabot továbbadása, az egy komoly feladat, az egy hivatás, amit szívvel kell, csak szívvel lehet csinálni. És ez volt a legtöbb, mert ha az ember szívvel ad valamit, akkor szívvel kapja vissza. Tehát a tanítás, az átadás az egy kétpólusú folyamat. Nem csak adtam vagy ad a tanító, hanem folyamatosan vissza is kap. Még akkor is, hogyha a gyerek vagy a tanítvány sokszor nem érti, vagy nem akarja érteni, nem akarja befogadni, ellenáll, még akkor is visszaad. Tehát én örülök ennek a 33 évnek. Fátyol Zoltán 33 éve szolgált ezekben az épületekben. Mit hagy maga után? Egy olyan embernek a lenyomatát, akit ha egy szóval tudnék jellemezni, akkor azt mondom rá, hogy egy nagyon kedves ember, egy nagyon kedves tanár, aki oda tud figyelni nem csak a tananyagra, hanem a tanítványaira is, aki tudja megőrizni az emberségét, a tartását, és tudja azt átadni a rábízottaknak, amivel ők is egy tartásos, a szépet, az igazat megbecsülő emberekké válhatnak. Mi volt a fontosabb, mi volt az izgalmasabb? A tanári feladat, tehát a katedra, vagy a gyerekek, a fiatalok? Hogy melyik generációnak és mit és hogyan kell átadni, én ebben nem nagyon tettem különbséget. Én minden generációnak és mindenkinek ugyanúgy beszéltem azokról a dolgokról, amelyeket fontosnak tartottam, és amelyek őket érdekelték. Csupán ebben válogattam, hogy mi lehet az, ami őket nem érdekli. Tehát nem is az, hogy mi érdekli őket, hanem mi az, ami nem érdekelheti most még őket, csak azokról nem beszéltem, de egyébként minden másról. Fátyol Zoltán művein átjön az egyénisége, a tanári egyénisége? Van korreláció egymáshoz? Én nem vagyok művészettörténész, de azt gondolom, hogy ha ránéz az ember ezekre az alkotásokra, amelyek egyrészt nagyon sokszínűek, de végig húzódik rajtuk egy olyan gondolat, amelyik ezt a tartásos emberi életformát tükrözik, és én azt hiszem, hogy ez igenis összeköti a művészt és a műalkotást. Akik egy hajóba ülnek, azok nem különböző irányokba húzzák az előzőt, hanem egy irányba éleznek, mert egy irányba szeretnének haladni. Ez különösen igaz a családokra, és ahol többé-kevésbé, ugye a jól működő családokban mindenki egy irányba húzza az előzőt. A kiállítás címe az, hogy egy hajóban. Kikötött már a hajó? Reméljük, hogy sose fog kikötni, ugyanis hát az út az elég hosszú. Én úgy gondolom, hogy az út a legfontosabb. És hát az utaknak meg megvan az a természete, hogy nem csak hogy elágazik, hanem szélesedik, illetve a hossza is egyfajtában, valahogy az egész messzi távolig elfut, és mi megyünk valahogy utána. És aztán, hogy valamikor találkozik ez az elágazó vagy párhuzamos út, hát Erre már a matematika megadta a választ. Valahogy nekünk talán az a szerencsénk, hogy az útonlevés közben is tudunk egymásnak integetni. Ugye a régi rómaiak mondták azt, hogy hajózni szükséges. Én azt hiszem, hogy azok, akik a művészet eszközeivel akarnak segíteni az emberi lét nehézségeinek az elhordozásában, a szépségeinek a felfedezésében, akik azok vallják és tudják ezt. És ahogy hallottuk is itt Fátyol Zoltántól, ők az a művész család, akik meg is tudják osztani egymással a gondolataikat, a esetleges észrevételeiket, kritikájukat. Ez az egy hajó, én azt gondolom, amelyik valóban nagyon sokféle gondolatot ébreszthet az emberben. Ez elvezethet odáig, hogy nincsen más út és más mód a jövendő felé vezető úton, csak hogyha meg tudjuk érteni és el tudjuk fogadni, hogy egymásnak társai, egymásra bízottak vagyunk, és egymást segíteni és egymást hordozni akarjuk. Milyen volt eddig a hajóút? Én most a megnyitó szövegéből is megtudtam azért dolgokat, úgy a rektor úrtól, mint püspök úrtól, de a férjemtől is, az útra vonatkozóan, ezt mindenki másképp látja. Tulajdonképpen nem is tudom, úgy érzem, hogy az útnak az elején vagyok, vagy vagyunk, de aki művészettel foglalkozik, az tudja, hogy lehet, hogy ez a legjobb dolog, ha az ember örökké kezdőnek érzi magát, és örökké úgy érzi, hogy még minden előtt van, még valahogy a nagyja hátra van, aztán majd kiderül, hogy ez igaz vagy nem, de szóval szépen terebélyesedik az út is, a tisztások is úgy körülöttünk, és hát én örömmel látom, hogy a lányunkkal együtt szerepelve, egy falon megjelenve, és valahogy megvan egy közös nevező, ami nem a beszélgetések alapján keletkezett, és nem a közös művészetekről való beszélgetés alapján, hanem valami, ami eredendően megvolt, talán mindig megvolt, és akkor most a képekben megmutatkozik. Örülök, hogy a lányom ezt a fotósorozatát választotta, amelyik egyben a diplomamunkája is volt, és ez közel, majdnem egy tanév alatt készült, főiskolásként, egyetemistaként járt vissza, és újra megismerte az intézményt, az új generációt, és valami olyasmit mondott el az iskoláról, amit ő is átélt, talán csak akkor még nem tudta kifejezni, főleg a fotoművészet eszközeivel. Ez egy fantasztikus dolog, ahol most vagyunk. Igazából látunk két nem befejezett, hanem érett életművet, és ugyanakkor pedig látunk egy teljesen fiatal, szárnyait mozgató művészt. Milyen képeket látunk a falon? Ezeket a képeket most már 6 éve készítettem. Én akkor végeztem a fotószakom Pesten, és ott ugye minden évben, illetve mindig akkor, amikor emberek végeznek, akkor valami nagyon fontos és nagyon komoly szériát akarnak készíteni, és ott nekem viszonylag hamar egyértelművé vált, hogy én rám annyira komoly hatást tett a kamasz éveimnek ez a helyszíne, hogy én ide akarok visszajönni, és itt erről a légkörről és erről az alma máterről egy anyagot készíteni. Az, hogy a vizuális kultúra felé fordult az érdeklődés, azt megértem. Miért pont fotó? Viszonylag későn jött egyébként a fotó, nagyon-nagyon sokáig volt az én fejemben sokkal inkább a festés, meg különböző másfajta anyagokkal való együttlét, és aztán Egerbe jártam már egy főiskolára, amikor ott volt egy ilyen fotó alapozó óránk az egyik fél évben, és akkor ott kattant be nekem ez a fotó, mint médium, és akkor onnantól kezdve indult el ez a vonat. Egy hajóban valóban itt vannak az eltérő technikák, az eltérő stílusok, amelyek mégis egyfelé mutatnak. Egyfelé mutatnak megmutatni a szépet igazán, vagy az igazat megmutatni szépen. Lehet, hogy mind a kettő ott van ebben benne. Furcsa dolog a magyar nyelv. A hajónak kapitánya van, de a családot meg a nők tartják össze. Mikor meghallottam ezt a bizonyos hajó értelmezéseket itt a megnyitó folyamán, én arra gondoltam, hogy mi nem gyakorlatilag nem egyterű hajóban utazunk, hanem mindenki, mind a hárman egy-egy hajóban. Legfeljebb a víz az közös, a folyó az közös, az lehet, igen, az, annak van egy sodrásra, az igaz, de sokat integetünk egymásnak, akkor ez valahogy így van, és az evezőt viszont mindenki szépen maga húzza, mind a kettőt. És van, amikor ebben tudunk egy kicsit segíteni, és akkor nem akarom ezt úgy eldönteni, hogy ki segít, kinek a legtöbbet. Eléggé függetlenek vagyunk ahhoz, hogy egyáltalán azt a szót, hogy segítés, azt valahogy ebbe a beszélgetésbe is úgy belevonjuk, mert hát ez egy magányos pálya, akárhogyan is van. Hát mindenki maga küzdi ki az eredményeket, a textil, az anyaggal szemben, a papírral szemben, vagy a látvánnyal szemben egy fotóművész. Tehát nem a művészet terén a segítés nem is a legjobb értelmű szó, hanem inkább talán hagyni a másikat dolgozni, inkább engedni, inkább nem zavarni, az a segítés. Ma mivel foglalkozol, milyen témákkal? Legutoljára, ugye idén zártam le egy 4 évig tartó munkát, amit Vámospércsen készítettem a Vámospércsi asszony kórusnak a segítségével. Ez így az elmúlt éveimet eléggé erősen fém jelzi, és ebből hál' Istennek sikerült kiállításokat csinálnom, és most készülök egy könyvre. Nagyon boldog szakasz volt, és most pedig egész más témák felé kezdek el fordulni. Mikor láthatjuk ezt az alkotássorozatot, hiszen ez egy 4 éves ciklus, tehát gondolom, hogy nem 2 képből áll. Remélem, hogy erre lesz majd mód. Volt már egyébként errefelé is kiállítva. 2015-ben volt itt a B24-ben, Vámospércsen is ez az anyag már ugye több alkalommal részleteiben szerepelt, most legutoljára Pesten a Kapa központban állíthattam ezt ki, és hát remélem, hogy erre lesz még mód a jövőben is. Hogyan tovább? Nem tudom, mennyi időm lesz, persze ez ugye mindig egy sor dolog függvénye, családi feladatok és más elkötelezettségek, de meg tartozások, tehát van egy csomó restanciám, amelyekre most lehetőségem nyílik rendezni, de mindenképpen ez a munka, tehát egy művészettel foglalkozó ember nem vonulhat nyugdíjba, azt végig csinálja. Szorú szüvé,